Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjuk a témánkat a célkitűzésről. Kis rövid tréning, ami ezen a héten csináljunk, ahol kitűzünk rövid célokat, nem nagyokat, azért fontos, hogy tanuljunk meg ezen a héten céltudatosan válni, mert hogyha ember nem céltudatos, akkor az ő tudat, az ő energiája szétszóródik. És ugyanakkor a céltudatosság, amikor ember megy célirányt, akkor a tudat fókuszál és kapja nagyon-nagyon sok erőt és képesítő is elérni ezeket a célokat és átélni sikerélményeket, mint a például Nik Vucic, akinek se keze, se lába nincs, de nagyon sikeres. Miért? Mert ő is egy céltudatos. Összes bölcskönyv, mint a védikus írások, erre tanítják, hogy embernek legyen célja. És ezért most ezekkel a rövid távú célokkal mi gyakoroljunk céltudatosan válni, kapunk sikerélményt, hogy megcsináltunk, kapunk önbizalmat, kapunk erőt, egy nagyobb célt megcélozni és elérni a magasabb célt. Így lépésről lépésre fel tudjunk építeni magunknak az életünket, a legnagyobb célokat, és el fogunk őket érni, és mindenki sikeres és boldog lesz. Akkor tartsatok velem, következő alkalommal folytatjunk a célokról, addig is iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, nyomjátok a csengő gombot, és majd találkozunk. Hare Krishna!